Sziasztok! Ma egy gyors gyümölcssalátát fogok nektek elkészíteni, amihez felhasználok egy banánt, egy szép nagy almát, lehetőleg zöld almát válasszál, kelleni fog majd nekünk a lánynak a leve, körülbelül egy fél fürtnyi szőlő, amit feleztem, egy nagy maréknyi dió, persze ez lehet más is, akár mandulát is, mogyorót is használhatsz. Egy serpenyőbe először pirítsuk le a diónkat, egy teáskanálnyi vajat dobjunk ebbe a meleg serpenyőbe. Elítjük fel. Dobjuk rá a banánt. Kevés fehérjel szórjuk meg. Mivel elég édes a banán, ezért érdemes ilyenkor inkább valami édesítőszert használni, nem pedig plusz cukrot, elegendő gyümölcscukrot viszünk be a salátával a szervezetünkbe. Egy kanálnyit rászórok. Hagyjuk, hogy összeérjenek az ízek, és utána a banánt kiemeljük egy tálba. Majd a visszamaradt vajas, fahéjas édesítőszerre rádobjuk az almánkat. És rálocsoljuk a lájmot. Ha nincsen otthon lájmod, akkor teljesen jó a citromlé is. Igazság szerint egy fél lájm vagy egy fél citromnak a leve bőven elég. A balzsamecet rálocsoljuk már. Fogjuk meg a gyümölcsös tálat, öntsük bele a tárolt almánkat, dobjuk rá a szőlőt, mehet rá a pirított dió, valamint a lepirított banán is, és jöhet egy kis csavar a végére, hogy egy tényleg klassz őszi salátát kapjunk végeredményül. Lehetőleg választ egy olyan sajtot, ami kevésbé zsíros, valami jó kis friss sajtot, és ez szórd a tetejére. Érdemes átkeverni, és lehet is fogyasztani. Ha tetszett neked a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, dobj egy lájkot, kommentben írd meg a véleményedet, ha elkészítetted, hogy hogyan ízlett. Sziasztok!